Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Ezzel a Zsoltár idézettel köszöntöm a kedves testvéreket, Isten hozott mindenkit mai Isten tiszteletünkön. Zsoltár verset énekeljünk, énekeljük a 34. Zsoltár első versét. Elfoglalva énekeljünk tovább, énekeljük a 488-as számú énekünknek mind a négy versét. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, figyeljünk Istenünk szavára, Jézus Krisztus mondására egy rövid történetben. Így adja elénk Máté írása szerinti Szent Evangélium 22. fejezete, annak is a 34. versétől kezdődő része. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szerest fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét, és bennünket, az ő igéjének hallgatóit, befogadóit, megtartóit. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged mindenért. Ezért a mai vasárnapért, a felfrissült időért, a lehetőségért egyáltalán, hogy jöhetünk te hozzád, az elmúlt hetek, hónapok igei vezetéséért, hogy adtad a 10 parancsolatot, és adtad nekünk a lehetőséget, hogy a 10 parancsolatot végig gondolhattuk elég részletesen, kérjük is hozzá a te erődet, hogy mindezt tudjuk meg is tartani, elménkben, szívünkben megélni. Urunk, hálát adunk azért a lehetőségért is, hogy újra jöhetünk te hozzád, és te még mindig szólsz, te még mindig vezetsz bennünket. Kérünk, fogadjál ma is minket, ahogy itt vagyunk. Hadd tegyük félre a mindennapos gondjainkat és terheinket, és hadd nyissuk ki szívünket, lelkünket te előtted, a te igéd előtt. Szentlélek, Úristen, jöjj, és munkálkodj bennünk, hogy ma is közösség formálódjon egymással és te veled. Kérünk, munkálkodj bennünk, munkálkodj közöttünk. Amen. Igehirdetésre készülve a 165-ös számú éneknek első versét énekeljük, itt van Isten köztünk. A mai napon Isten szent lelkének segítségű hívásával az igét hirdetni szeretném. Az előfelolvasott ige szakaszban van megírva, egy rövid részt emelek ma ki belőle, majd el is mondom, hogy miért ezt a részt. Amint Jézus így szólt, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Nem tudom, hogy fellélegezünk-e, hogy nagyon régóta, igazából tavaly januártól a 10 parancsolat alapján gondolkozunk Isten tiszteleteinken, vagy legalábbis az Isten tiszteletek többségében, és hogy végre vége van ennek a 10 parancsolatnak. Én sem tudtam igazából, hogy mennyi ideig fog tartani, azt gondoltam majd, ahogy adja magát a téma és ahogyan előkerülnek a gondolatok, azokat fogjuk végig gondolni. És ugyan a 10 parancsolaton végig értünk, de maga a 10 parancsolat, mint Isten törvénye, mint Isten elénk adott rendje, még előttünk lesz egy darabig. Ugyanis a 10 az úgy tűnik, hogy nagyon sok. Nem csak úgy nagyon sok, hogy nekünk másfél évig tartott végig menni rajta és gondolkozni hétről hétre, hanem úgy is nagyon sok, hogyha valaki ezt meg akarná tartani. Valószínűleg így gondolkozhatott az a farizeus is, akire azt mondja az írás, hogy írástudó is volt, tehát ismerte jól az írásokat. A farizeizmus egyébként egy kegyességi irányzat volt Jézus korában, de ez egy képzett farizeus volt, aki az írásokat is ismerte, és azzal jön Jézushoz, hogy jó, hogy van ez a
a törvény, de melyik a legfontosabb pont? Mert hogy gondolkozhatunk úgy is, hogy válasszuk ki, hogy melyik a legfontosabb ezek közül, és akkor a legfontosabbat mindenféleképpen mindig, minden körülmények között meg fogjuk élni. És akkor hát, ha nem is sikerül mindet, de a legfontosabbat sikerül, akkor már nem vagyunk olyan rossz helyzetben. Persze egy kicsit csalóka ez a gondolkozás, mert Jézus azt mondja, hogy ha valaki a legkisebb pont ellen vét, a törvény legkisebb pontja ellen vét, akkor már az egész törvényt megszegte. Képzeljünk el egy láncot. A láncnak csak egyetlen láncszeme szakad el. De azzal az egész lánc elszakad. Hiába marad erős a többi, hiába marad épp a többi, a legkisebb láncszem, a leggyengébb láncszem elszakad, az egész lánc elszakadt. Ráadásul, amikor Jézus azt mondja, hogy a legkisebb pont, akkor nem úgy beszél a törvényről, hogy vannak a nagy pontok, meg vannak a kis pontok. Vannak a fontosabb parancsolatok, meg vannak a kevésbé fontos parancsolatok. Mert a parancsolatokat nem lehet rangsorolni, hogy ez nagyobb, ez kisebb, ez fontosabb, ez elenyészőbb. Hanem mindegyik fontos, hiszen mindegyik egyszerre akar tartani, mint ahogy a lánc is minden egyes lánc szemével egyszerre tart. Így a parancsolatok is együtt és egyszerre tartanak. Az, amikor Jézus azt mondja, hogy a legkisebb pont, akkor ő a héber írásra utal. A héber írás most anélkül, hogy itten meg akarnám tanítani a testvéreket héberül írni, vagy héberül olvasni, ennyit azért elmondok, hogy alapvetően a mással hangzókat írták, és a mással hangzók nekünk egyszerű embereknek olyan sok-sok krikszkrakszból állnak. Ilyen vonalak, olyan akármi szövevénye. A magánhangzókat pedig mindig pontokkal vagy veszőcskékkel jelölték a mással hangzók alatt. És a legkisebb magánhangzó az egyetlen pont. Az egy I betű egyébként. Ha kettő pont van, akkor az jelenthet őt, vagy jelenthet ét, attól függően, hogy viszintesen, vagy függőlegesen van egymáshoz képest az a két pont. Meg lehetnek kis vonalkák, lehetnek ezeknek kombinációjuk. De ugye az egy pontocskánál kisebb rész nem létezik. Ez a legkisebb pont, a legkisebb írásjel a héber írásban, és hát ilyen pontocska természetesen több is van a héber írásban, a törvény szövegében is. A legkisebb pontocska. Tehát nem csak, hogy a legkisebb törvénypont, hanem a törvény leírásának egyetlen egy kis pontocska, egyetlen egy kis betűcskéje ellen, ha vét az ember, már az egész ellen vétett. Nem lehet tehát kiemelni ezek közül semmit. És mégis Jézus válaszol erre a kérdésre, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, melyikre kellene legjobban figyelni. És mond egy olyat, amit igazából nem nagyon értünk, hogy miért ezt mondja. Na nem a tartalma miatt, mert a tartalma miatt meg fogjuk érteni. Ma, meg jövő héten ezekről lesz szó. Hanem nem azt mondja, hogy hát az első parancsolat, vagy a második. Nem sorszámmal válaszol. Lévén, hogy a bibliai szövegben nincsenek is besorszámozva ezek a parancsolatok, tehát Jézus nem is válaszolhatott volna sorszámmal. De nem is szöveggel válaszol, hogy idézni az első parancsolatot, a másodikat, vagy a valahanyadikat, bármelyiket is. Nem ezt idézi, hanem előhoz valami újabb szöveget. És ez a szöveg, ez Mózes könyvéből van, mert a zsidóknak nem csak a 10 parancsolat a törvény, hanem a törvénykönyve Mózes 5 könyve együttesen. Mindegyik. Egészen a teremtés történettől Mózes haláláig tartalmazza Izrael történetét, meg az őstörténeteket ez az 5 könyv, és ez számukra mindegyik a törvénnyel egyenrangú. És az 5 könyvből idéz, tehát nem ebből a 10 parancsolatból,
De ebből az öt könyvből idéz Jézus, amikor azt mondja, hogy hát a következő. Kettő. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. E kettő. E két parancsolattól függ az egész törvény, törvénykönyv, nem csak a 10 parancsolat, és a proféták, a profétáknak az írásai. Ez az a rész, ami egyébként a Bibliából Jézus korában már előállt és egyben kezelték. Ezt idézi ide Jézus. És ezt a kettősséget lehet nekünk használni a 10 parancsolattal kapcsolatban is. Mert szoktuk ezt bontani. Ugye 10 parancsolatunk van, 2 kőtáblára iratott ez a 10 parancsolat. És nem úgy képzeljük el, hogy 5 parancsolat az egyiken, 5 parancsolat a másikon. Igazság szerint nem is úgy, hogy 4 parancsolat az egyiken és 6 parancsolat a másikon, de így szoktuk azért mutogatni, mert hogy azt mondjuk, hogy az első kőtábla vonatkozik az Istenre. A második kőtábla pedig vonatkozik az emberre. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. E kettőben össze van foglalva a teljesség, a teljes 10 parancsolat, Isten törvénye. Hitanos gyerekeknek szoktuk tanítani Isten törvényét, természetesen szoktuk tanítani. Az ő hittan könyvükből kivettem egy ábrát, na nem azért, mert hittanórát akarnék tartani a nagyobbaknak, de azt gondoltam, hogy nem baj, hogy hát ha a felnőttek is látják ezt az ábrát. Itt a kivetítőn látszik is, hogy miről van szó. Olyan házat ábrázol, ami két részből áll. És látjuk, hogy össze van kötve egy külső folyosóval ez a kettő ház. És az egyik ház tetejére az van odaírva, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és alatta ott vannak az Istenre vonatkozó parancsolatok. És ott van mellette a másik ház, amelynek a tetejébe oda van írva, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. És ott van az emberekkel kapcsolatos, az embertársakkal kapcsolatos néhány törvénypont. Ez a teljesség. Ezt a kettősséget kellene megtartani. Persze nagyon hosszú lenne a mai istentisztelet, hogyha mind a kettőt egyszerre szeretnénk venni. Ezért a mai nap csak az első házba térünk be, és majd jövő héten átmegyünk a másik épület részbe is. Azaz a mai napon csak arról gondolkozunk, hogy mit jelent az Istennek a szeretete. Hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Az első kérdés, amit én szeretnék itt meggondolni, hogy miért szeressük az Istent? Hát azért szeressük az Istent, mert, és itt nem lehet folytatni ezt a mondatot igazából, mert az Isten szeretetének nem lehet oka, nem lehet miértje. Azért szeressük az Isten, mert segített, és ha nem segít, akkor ne szeressük. Azért szeressük az Istent, mert jót tett velünk, és ha nem tett jót, akkor ne szeressük. Azért szeressük az Istent, mert adott esőt. Hát ha egy kirándulót veszünk alapul, ő nem biztos, hogy örülni fog ugyanannak az esőnek, aminek a földműves. És ha éppen az aratásra gondolunk, ugye aratás ideje van, és az aratók nem biztos, hogy annyira örülnek ennek az esőnek. Akkor most jó az, hogy adott esőt, vagy nem jó, adott, hogy nem jó az, hogy adott esőt? Persze jó az, hogy adott esőt, mert az aratók megpihenhetnek, eljöhetnek Isten tiszteletre. Így mégiscsak jó lehet az ő számukra is. Lehet, hogy az aratás egy kicsit megreked, lehet, hogy csúszni fog egy napot, vagy valamennyit, de akkor is. Nem azért szeretjük az Istent, mert esőt adott, vagy nem azért szeretjük, mert nem adott esőt. Nem akkor szeretjük az Istent, ha jó az aratás, és nem azért szeretjük az Istent, mert, és bármi okot sorolhatnánk itt, nincs, nem szabad, hogy legyen oka a szeretésnek. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Feltételek nélkül szeresd az Urat, a te Istenedet. Vegyünk egy szülőséget. A szülő azért szülő, mert van egy gyermeke.
ezt a gyermeket szereti, jó esetben, most ilyen jó esetet vegyünk. És miért szereti a szülő a gyerekét? Azért, mert aranyos, és ha nem aranyos, akkor nem szereti. Azért, mert olyan jó, és ha nem olyan jó, akkor nem szereti. Azért, mert hogy szintiszta, kitűnő tanuló az iskolában, és ha nem az, akkor nem szereti. Azért, mert jól viselkedik mindig minden körülmények között. Nézzük meg egy kamaszt. Ezt mégis szeretjük, ugye? A gyereknek a szeretése sem okok miatt van, hanem azért, mert ő a gyerekem. Jó, idősek is vannak jelen, a gyerek helyébe tegyünk most unokát, és ugyanezek meglesznek, ugyanezek a gondolatok. Az unokákat sem azért szeretjük, mert olyan kedvesek, mert olyan szépek és jók, bár kedvesek, szépek és jók a mi szívünknek, de azért szeretjük, mert van. Hát az Istent is így kell szeretni, testvérek. Nem azért, mert így cselekszik, mert úgy szól hozzánk, mert így viszonyul, hanem azért, mert van. Mert nekünk van Istenünk, és ha van Istenünk, lehetetlen, hogy ne szeressük. És ezt hozza Jézus, ezt a fantasztikus lehetőséget nekünk, hogy mi szeretettel fordulhatunk az Istenhez. Ezért tanította korábban azt, hogy szólítsuk meg úgy a mi Istenünket, hogy mennyei atyánk. Mert a mennyei atyánk kifejezésben mennyi szeretet van. Egész odáig, hogy Jézus ezt tanította, hogy mennyei atyának szólítsuk, ment a seregek ura elnevezés, mint egy hadúr. Félelmetes és könyörtelen hadúr. A mindenható, aki, ha kell, porszemként eltöröl bármit, és bárki terül a föld színéről. Mert a hatalmában és az erejében benne van. És ezek nem szűntek meg, mert Isten egy félelmetes hadúr is tud lenni. Olyan hatalmas erővel rendelkező Isten, akinél nincs hatalmasabb, nagyobb, nem csak a Földön, az egész világon. De nekünk mégiscsak mennyei atyánk lehet, aki felé szeretettel fordulhatunk. És ez benne a csodálatos Urunk, hogy a mi Urunk a szeretet Istene, és ezért mi szeretettel fordulhatunk felé, nem csak egyszerűen félelemmel, hanem szeretettel. És ne hagyjuk kívül, számításon kívül Isten szeretetének kérdés körében magát Jézusnak ezt a kiemelését, aki azt, hogy mi a legnagyobb parancsolat, ezt idézi, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. De mit jelent ez, hogy hogyan szeressük az Istent? Hát teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével. Oké, ez így rendben van, értjük mi ezeket a szavakat, csak éppen hogyan kell ezt tenni? Mi módon kell ezt magunkra venni? Beszél itt az írás a szívről. A szívre mi azt gondoljuk, hogy az az érzelmek középpontja. Amikor szerelmes lesz egy fiú a lányba, vagy a lány a fiúba, akkor olyan szívecskékhez kell ezzel rajzolgatni, mindenhova. Van, aki még magára tetováltatja is ezt a szívecskét, hogy letörölhetetlen legyen, és a szívvel akarjuk kifejezni az érzéseket. Most a Biblia korában még nem volt ez. Még nem volt a szívecske a szeretetnek a szimbóluma. A szív egészen más volt. A szív az az irányításnak a központja. Igazából ma is lehetne ennek tekinteni, ha biológiailag tekintenénk magunkra. Két részből áll az emberi szervezetnek az irányítása, az agyból és a szívből. És a kettő egymás nélkül igazából nem tud működni, mert a szív pumpálja a vért, keringeti az ereinkben, így jut el az oxigén az emberi agyba, és biztosítja az emberi agynak a működését. Amikor valakinek meggyengül a szíve, meggyengül a működése, nem csak, hogy az erejét veszíti el, hogy nem tud annyi mindent tenni, de a gondolkozását is elveszíti, mert nem jut elég oxigén az agyba, nem tud jól működni. Ezért mondhatnánk akár azt is, hogy a szív
az emberi életnek a mozgató rugója. És egyébként tényleg így van, mert a szív nagyon-nagyon sok mindenre ráveszi az embert. Annyi mindenre. Amire az embernek szíve vágyódása van, abban az irányban fog elmenni minden cselekedete. Mert a szív uralja az embert. És amikor Jézus azt mondja a törvénykönyv idézése kapcsán, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, akkor azt mondja, hogy az Isten legyen az első helyen az életedben. Az első hely az nem azt jelenti, hogy nincs semmi más ott, mert az Isten mindent kitúr az életből, hanem azt jelenti, hogy az Istenen keresztül látok mindent, az Istenen keresztül érzek mindent, az Istenen keresztül gondolok meg mindent. Az Istent nem hagyok számításon kívül az életemnek semmilyen részéből, teljes szívemből, életemnek minden mozgató rugójában ott van az Isten. Ha ott van az Isten minden pontban, akkor én szeretem őt. Mert akit szeretünk, arra gondolunk éjjel-nappal. Mi módon mondhatná valaki azt, hogy szeretem a másikat, ha elfeledkezik róla? Sokszor volt már ilyen, hogy azért romlott meg a házasság, mert elfeledkezett a házassági évfordulóról az egyik fél. Hát egyre szeretsz, hogy még arra sem emlékszel. És a másik oldaláról is lehet beszélni, hogy a friss szerelmesek még a hétfordulóját is megemlítik, és megemlékeznek róla, hogy ma egy hete, hogy találkoztunk, ma egy hete, hogy összejöttünk, ma egy hónapja, mert kezdeti időkben még annyira ott forgok minden az eszükben, a gondolatukban, hogy nem adják ki, nem hagyják ki onnan. Hát az Istent is lehet ilyen úgymond szerelemmel szeretni, hogy minden pontban, minden gondolatunkban ott lehetne. Teljes szívünkben ott lehetne az Isten, soha semmilyen körülmények között nem megfeledkezve ő róla. Teljes lelkedből, mondja az ige. Teljes lelkedből szeresd az Urat. Mi is ez a lélek? Ez egy olyan valami, amit régebben azt mondták, hogy nincs is. Az volt az emberiség lelketlen korszaka, legalábbis a mi kis hazánkban. Amikor az ember csak anyagiakból állt, és csak az anyagiakért élt. Ez a kommunizmus időszaka, a marxizmus időszaka, az anyagelvűség időszaka. De hát ezen túl vagyunk, testvérek. Kiderült, hogy a legmegveszekedettebb kommunistának is van lelke, csak éppen tökretette. Mert elnyomta. Mert elsorvasztotta. De minden embernek van lelke. És azért fontos ez a lélek, mert az Isten lélek. És akik őt imádják, azoknak szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Ha nincs lélek, akkor nem tudunk Istenhez kapcsolódni. Mert mi módon kapcsolódhatnánk az Istenhez? A lélekkel kapcsolódhatunk az Isten lelkéhez. Semmi más módon nem lehet. Mert ezt nem lehet megérteni ésszel. Ezt nem lehet semmi módon bebizonyítani. Nem lehet tudományosan beszélni róla. Mert az Isten lélek. És lélekkel kell rezonálni az ő lelkére, az ő gondolataira, az ő létére, az ő szólongatására. Ha a lelkünket kihagyjuk ebből, akkor nem leszünk képesek közösségben lenni az Istennel. Akkor nem leszünk képesek szeretni sem őt. De ez olyan, megint, mint az előbb a szívre, hogy teljes szív kell, teljes lélek kell. Nem a léleknek egy kicsi része, nem csak a léleknek egy pici rezdülése, hanem a teljes lélek kell, a teljes odaszánás kell ahhoz, hogy az Istenhez kapcsolódni tudjunk, hogy ő hozzá kötődni tudjunk, és őt szeretni tudjuk, úgy szívünk mélyéig, lelkünk mélyéig. Nem megy félgőzzel, nem megy töredék lélekkel. Ha a lelkünk másfele is csapong, akkor az Istennel való kapcsolat sérül.
akkor már nem csak őt szeretjük, őt követjük, vagy őt keressük az életünkben, hanem sok minden más is van, és ez a sok minden más el fog fordítani az Istentől. Az Ószövetségből az elmúlt napokban Salamon király történéseit olvastuk, hogy mennyi minden csodálatos dolgot tett, milyen bölcs volt, hogy mennyire az Isten útját követte. És olvastuk ugye, hogy és aztán helyt adott a szívében idegen nőknek, az idegen nők kívánságainak, az idegen nők által hozott isteneknek. 700 első rangú felesége volt, hát én belegondolni is röstellek, hogy hogy lehet valakinek 700 felesége. Nem azt mondom, hogy nekem az egy is sok, mert ezt így azért nem mondhatom, de hát szerintem az egy az éppen kellő és elegendő. Hát ő meg 700 első rangú felesége rendelkezett, meg 300 ágyassal. Hát te jó ég! És hát nem az a gond, hogy a 700 feleséghez 700 anyós jár, hanem az, hogy ezek a feleségek elhajnították Salamonnak a szívét az Istentől. Már nem csak az Isten van Salamonnak a szívében, már nem csak Istenhez kötődik. És báványozásra adta a fejét. És mi a következménye? Azt mondta Isten, hogy elveszem tőled Izrael országát. De az apádért nem a te idődben történik ez, te meghalsz békében, majd a te fiat fogja elveszíteni. És mostanság olvassuk ezekben a napokban, hogy ez így is történt, és hogy hogyan történt ez így. De ennek az alapja ott van, hogy helyt adott másnak is a szívében Salamon. Borzasztó ez a történet, és nem a 700 feleség miatt borzasztó ez a történet, hanem azért, mert elfordult az Istentől Salamon. Ezért borzasztó ez a történet. És akkor ott van az utolsó pont, amit Jézus mond, illetve idéz, hogy teljes elméből. Az előbb a szívvel kapcsolatban már kimondtam, hogy a szív az a gondolkozást is jelentette egyébként. Az észjárást. És itt ez egy megerősítést kap, mert ez az elme, az észjárás, a gondolkozás, ez gyakorlatilag egy külön kiemelést kap, hogy minden egyes gondolatodban legyen ott az Isten. Nem lehet, vagy nem kell sokat ragozni, de igenis gondolni kell rá. Csak az a bolond, aki nem gondol az Istenre. Mert sok mindenre lehet gondja, figyelme, de ha az Istenre nincs, akkor bolond. Azért mondom ezt a bolond kifejezést, mert egy mesét, egy történetet szeretnék idehozni. Egyszer egy királynak volt egy bolondja. Csináltatott neki egy csodálatosan gyönyörű csörgősapkát. És ráhúzta a bolondnak a fejére, és azt mondta, hogy bolond, én megajándékozlak ezzel a csörgő sapkával, és te vagy az én udvari bolondom, bármit szólhatsz, bármit mondhatsz, bármit csinálhatsz, tudjuk, hogy te bolond vagy, te vagy az én udvari bolondom, de ezt a sapkát soha senkinek nem adhatod át, csak annak, aki nálad nagyobb bolond. Teltek, múltak a hónapok, évek, évtizedek, a király megöregedett, és a haldokló ágyán ott volt mellette a bolond is, és beszélgetett vele. És kérdezi tőle a bolond, hogy hát aztán felkészültél-e a nagy útra? Hát, miféle nagy útra? Hát, amerre most el fogsz indulni. Befejeződik a földi életed. Elhagyod ezt a világot. Egy olyan utazásra mész, amire fel kell készülni. Felkészültél-e a nagy útra? Hát én bizony nem készültem fel az útra. Erre levette a bolond a csörgősipkát a fejéről, és ráhúzta a király fejére, hogy én ennél nagyobb bolondot még soha nem láttam. Tudja, hogy eljön az az időpont, hogy el kell hagyni ezt a világot, és elindul egy olyan útra, ahonnan nincs visszatérés, ahova fel kell készülni. És mindennek tesz ezen a világon,
csak éppen azt nem teszi meg, hogy felkészüljön erre a nagy útra. És azt mondja, ennél nagyobb bolondot én sose láttam még. És átadta a csörgősipkát. Hát félek, hogy sok-sok csörgősipkára lenne szükség, és nagyon sok ember megkaphatná ezt a csörgősipkát a mai világban is. Mert nem készül föl a nagy útra, az Isten elé állásra. Hát ennél nagyobb bolondot nem tudunk elképzelni, mint hogy tudjuk, hogy az Isten dolgaival foglalkozni kell. Csak akkor nem foglalkozunk vele. Elhesegetjük ezeket a gondolatokat, félretesszük, mert a világ gondjai fontosabbak, még annál is fontosabb, hogy az Isten elé kell állni. Hát a világ gondjai nem lehetnek fontosabbak, mert azokat meg lehet oldani, mert az Isten megoldja, vagy ad erőt, képességet, hogy meg tudjuk oldani. De az Isten elé állást ő nem fogja megoldani helyettünk. Nekünk kell ezt elrendezni. Ezért azt mondja a mese, hogy ez nagyon nagy bolondság. Hát gondoljunk rá. És amikor rá gondolunk a dolgainkban, nem hagyjuk ki sose a gondolatainkból. Na ez a szeretet. Ez szeretet lesz, az Istenünknek a szeretete. És az utolsó pontot én úgy tudom megfogalmazni, hogy miként is történhet ez. Nem nagyon jó ez a miként kérdés, de nem tudok jó kérdőszót erre a gondolatra, mert igazából, amikor mi az Isten szeretjük, akkor mi csak viszont szerethetjük őt. Nem mi kezdjük ezt a szeretetet. Nem a mi szeretetünk az első, hanem az övé. Mert ő viszonyul hozzánk szeretettel. Mert ő előbb szeretett minket. És mi csak azért szerethetjük őt, mert ő szeretett, mert ő szeret bennünket. És honnan tudjuk, hogy szeret bennünket? Jézus Krisztustól. Aki nem csak beszélt róla, hogy az Isten szeret bennünket, hanem a kereszt halálával ezt meg is mutatta, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus Krisztusban nem csak tudunk róla, hanem, most csúnyán mondom, be is van bizonyítva, hogy Isten szeret bennünket. Ezért a mi szeretetünk egy viszont szeretet. Ezért jó nekünk helyt adni az Isten szeretésének. És ha az Istent szeretjük, akkor nem lesz gond megtartani az első, a második, a harmadik, meg a negyedik parancsolatot. Mindazt, ami az Istenre vonatkozik. Mert nem lesz más Istenünk, mert szeretjük ezt az Istent. Mert nem csinálunk semmiféle faragott képet, mert nem akarjuk megszentségteleníteni, mert tudjuk, hogy nem lehet. És ez ott lesz az életünkben gyakorlatként. Nem fogunk róla hiába valóan beszélni, csak is tisztelettudóan, szeretetteljesen. És mindig megemlékezünk a nyugalom napjáról, mert nem lesz olyan, hogy elfeledkezzünk róla. És nincs olyan, hogy eszünkbe jut, hogy ja, vasárnap este van, hát ma sem mentem el templomba. Mert ott lesz az Isten a gondolatunkban, és soha nem marad ki belőle, mert szeretjük az Istent. Kívánom, hogy szeressük az Istent. Nem azért, mert valamit is tett, hanem azért, mert ő a mi Istenünk. Jöjjön most egy bizonságtétel, amelyet hallottunk már, egy énekről van szó, ami gyakorlatilag pont így áll Isten elé. Figyelj rám, csak azt mondom.
És eléd állunk, mi is csak ezt mondhatjuk, ami az énekes bizonyságtételben volt. Szeretlek, Uram! Nem azért, mert bármi okot is fel tudnék sorolni, hogy miért is. Te vagy az Istenem, ezért szeretlek téged. És így állok eléd most, és így szeretnék eléd állni minden alkalommal. És így szeretnék eléd állni minden nap, teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével szeretni téged, követni téged, magasztalni téged, áldani téged. Uram, erősíts ebben, add meg, hogy valóban igazság legyen ez az életemre nézve, hogy szeretlek, hogy téged követlek, hogy soha nem feledkezem meg rólad, soha egyetlen egy nap sem. Köszönöm, hogy te szerettél már sokkal hamarabb, mint ahogy bennem megfogalmazódott, hogy szeretlek, Uram. Szerettél, és szeretsz ma is. És megváltottad életemet, és megszabadítottál a gonoszságból, a bűnből, és ezeknek következményeiből. Köszönöm, Uram, hogy jöhetek ezért bátran te hozzád. Eléd borulhatok, kifejezhetem szeretetemet, és kérhetem, hogy ebben a szeretetben hadd éljem életem minden napját. Urunk, segíts meg bennünket ebben, hogy így élve legyen bizonyságtétellé életünk mindennapjaink forgataga, minden történés és esemény. Megköszönjük, Urunk, hogy van lehetőségünk mindezt tudatosan és szándékosan is megélni. Urunk, kérünk, légy könyörületes hozzánk, kicsi népedhez. Erősíts bennünket a te szeretetedben, a közösségben, veled és egymással, és kérünk, tarts meg bennünket, hogy te rólad beszélhessünk, tehessünk bizonyságot. Áld meg, kérünk, azokat a testvéreinket, azokat a gyülekezeteket, ahol a jégkár miatt
gondban, nehézségben vannak, és a mi adományunkat hadd ajánljuk fel neked az ő javukra, és kérünk a te áldásoddal legyen mindez, hogy nekik bármennyi is jön össze, a te áldásoddal legyen az elég, és az adakozókat a te szereteted kísérje és áldja meg további utukon, és pótolja azt, amit tudtak erre a célra adni. Kérünk, maradj velünk továbbra is szereteteddel minden nap. Amen. Rövid csendességben saját imádságunkat is vigyük Istenünk színe elé. Imádkozzuk közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya Isten kegyelme, a Fiú Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal mindörökké. Amen. Hirdetéseket mondok a testvéreknek. Először is a mai napi adakozást hirdetem, ahogyan a múlt héten szó volt róla, a jégkárosult gyülekezetek javára hirdetett meg egyházunk adakozást, és a mai persejes adakozásunkkal mi is ezt a célt fogjuk szolgálni. Július elején hatalmas jégviharok, károk voltak, és több templom, parókia, gyülekezeti ház teteje sérült meg, ezeket javítani szükséges, és így mi magunk is ezekhez fogunk tudni hozzájárulni. Ezzel a tudattal és ezzel az imádsággal adjuk a mai napi adományainkat, amit köszönünk szépen előre is. Jövő vasárnap, augusztus 1-e lesz már, a szokott rendjében tartjuk meg Isten tiszteletünket, és hogy mi minden várhat ránk augusztus hónapban, azt majd a jövő vasárnap fogom hirdetni. A záró énekünk 425-ös számú ének legyen. A 425-ös számú ének, ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved, mert mindenható vagy és örök szeretet.